Turkevén az Ecsegi utcában egy földszintes lakóépületben keletkezett tűz. Az esethez a mezőtúri hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók vonultak. Kigyulladt egy megközelítőleg 60 négyzetméter alapterületű családi ház Turkevén az Ecsegi utcában. Az épületnek két helyisége égett, köztük berendezési tárgyak, pótorok. Az esethez a mezőtúri hivatásos, valamint a turkevei önkéntes tűzoltókat riasztották, akik egy vízsugárral avatkoztak be és megfékezték a lángokat. A tűzoltók az épületből három darab gázpalackot, valamint egy turista gázpalackot hoztak ki. Az esetről a konszolnak vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság is tájékoztatta televíziónkat. Az illetékesek megerősítették, hogy az épületben egy ember találtak. A mezőtúri tűzoltók légzőkészülékben hőkamerával átvizsgálták a házat. Az egységek kivittek Három háztartási méretű gázpalackot az épületből majd átszellőztették azt. A helyszínre a társhatóságok és a mentők is kérkeztek, számolt be az igazgatóság.